Ön és közveszélyes lehet az a férfi, aki megszökött a pszichiátriáról. Még szerdán került kórházba zavart elmeállapotban, ott látták utoljára. A szomszédok szerint korábban is voltak vele gondok, mert ha iszik, agresszívan viselkedik. A kurva anyád, dögöljön meg lágba! Bazd meg, te senki házi nyomorék, te! Kurva anyád, halljon meg! Volt, aki azt mondta, többször előfordult, hogy gyógyszerre ivott, ilyenkor agresszív volt. A környékbeliek azonban nem szívesen beszéltek erről. Amint meghallották, hogy a férfiról kérdezősködünk, szóba sem álltak stábunkkal. Van, aki néhány szót mondott ugyan, de kérte, arcát nem mutassuk. Megfenyegette állítólag a családját? Volt, majd megütötte a kezét vagy a karját önnek. Most mit tudok erre mondani? Nyerni kell nagyot, ilyenkor nem lehet más mondani. Nem tudja, hogy mit csinál, nem tudja, hogy hol a vég, hol kell abba hagyni. A legrosszabb. Nem tudja átérni azt, hogy az emberekbe olyan úgy bele tud menni, hogy nagyon csúnyán. Én beltettem, most hogy beszélsz el, Muki? Olyan kurva anyjától beszélsz, te román cigány, geci. Rákérjek ki az életedet, a családodéket, dögölje meg az apád, bazd meg! A férfi a múlt szerdán került zavart elmeállapotban a kórházba, ahol utoljára látták. A pszichiátriáról azonban megszökött. Bazd meg, dolgoztam, segédmunkáztam, építőiparoztam, szolgólapoztam, bazd meg! Ön is közveszélyes lehet, ezért a rendőrök azt kérik, ha valaki látja, azonnal hívja őket.